Szeretettel üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit a szokásos havi sajtótájékoztatónkon, ami ugyan nem szeptember második hetére esett, de vannak ilyen egyedülálló időpontok. Ahogy megkapták a meghívóban, 5 pontban fogjuk a mai mondani valónkat összefoglalni, de egy kicsit más sorrendben, mint ahogy ez a kiadottakban megtalálható. Elsőként a gyakorló iskolában megvalósult világszínvonalú tanulási környezettel kapcsolatosan Kistóth Lajos rektor helyettesnek adom át a szót. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és köszönjük, hogy ez a téma napirendre került. Egy picit talán hangzatos címet használtunk, de mikor én ezt a címet leírtam, hogy világszínvonalú tanulási környezet a gyakorló iskolába, akkor még nem olvastam egy hozzám tegnap Falusi Iván professzor által elküldött tanulmányt, ami éppen Kaliforniában jelent meg a napokban, ahol 10 iskola hasonló projektjét írják le. Úgyhogy mára már biztos vagyok, hogy mikor ezt leírtam, akkor ezek szerint tényleg világszínvonalú tanulási környezetet állítottunk elő a gyakorló iskolába. Na, bevezetőként ennyit, és hát közben tetszenek látni ezeket a képeket, amelyek természetesen ott készültek, abban a 4 osztályteremben, illetve hát a képek 1 osztályteremben, de 4 van belőle pontosan, amit itt látunk. Bevezetőként talán annyit, hogy mindenki érzi, hogy a munkaerő piacon talán a szakmai tudást is megelőzően 2 kompetenciát a munkaadók számon kérnek. Ez pedig a számítógépes írástudás, a másik pedig az idegen nyelv ismerete. Hallgatóktól olvastam nemrégiben, hogy néha még a szakmai tudásukat is, hogy úgy mondjam, fátyollal tudják lefedni, ha ebbe a 2 kompetenciába erősek. És többnyire a munkaadók úgy el is tekintenek néha a felett, hogyha egyfajta szakmai hiányosságot látnak, mert úgy gondolják, hogy majd kint az ő környezetükben, majd ott azt megtanulják. De ezt a 2 kompetenciát, ezt azonnal már a munka első napján produkálnia kell az illetőnek. Na hát, mi úgy gondoltuk, hogy a számítógépes írástudásban egy teljes letámadást végzünk. Korábban a sajtó már írt róla, hogy az EGRI főiskola a felsőoktatási intézmények közül egyedülállóan most már valamennyi hallgatóját, nappali tagozatos hallgatóját ellátja egy ilyen nem kisértékű eszközzel, és az egész módszertani kultúráját ehhez igazítja. Az éven döntöttünk, hogy a mestertanárok, akik most kezdenek először, azokat is ellátjuk, és most már nem csak számítógéppel, hanem hozzávaló teljes szoftvercsomaggal, illetve olyan tanári humán erőforrással, hogy minden tanítási órán ők ezt a környezetet élvezni tudják. És így jutottunk el oda, hogy ha a hallgató megjelenik a gyakorló iskolában, és hón alatt az eszköz, akkor paradoxon lenne, ha az ottani tanár nem ezt használná, vagy netalántán az osztályterembe nem állna rendelkezésre ez a technika-technológia. Épp ezért 4 ötödik osztályba, tehát ez összesen 120 gyerek, a képen látható környezet került kialakításra. Mit is jelent ez? Ez nem csak a laptopokat jelenti, amit tetszenek látni, bár látványosan azt hiszem a képeken ez jön elő legjobban. Ha megtetszenek nézni, akkor egy nagyon korszerű, úgynevezett interaktív tábla is van a környezetben, és ezen a képen például jól láthatóan egy kamera is elhelyezkedik, ami hálózatra van kötve, és hálózaton lehet kommunikálni vele. Ami nem látható, az egyrészt a tanár felkészültsége, amiről ma még itt lesz szó egy picit, és az a szoftvercsomag, amely valamennyi tantárgy vonatkozásában, és ez nagyon fontos, hogy a matematikától a történelemig, valamennyi tantárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az interaktív tábla témakörbe, és természetesen vele összefüggésbe a látott laptopok
témakörébe. A szoftvercsomaggal kapcsolatban még fogunk hallani illetékesettől, hiszen a Balázs Diák Kft.-vel szerződést kötött a főiskola, akik biztosítják valamennyi tárgyból ezt a szoftvercsomagot. És hát a humán erőforrás kialakításánál pedig nincs ugyan jelen, de a sajtó képviselői megkapták két oldalba azt a sajtóközleményt, amit a Classmate PC-vel támogatott oktatás az Eszterházy Károly Főiskolán című anyagba. Ott van benne a második oldalon, hogy a miniszterelnöki hivatal által meghirdetett az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, fejlesztése és népszerűsítése a non-profit szervezetek projektjeinek támogatásával című Menet 2008 kódjelű pályázat nyerteseinek támogatásával az EKF 29 tanárát képeztük ki egyébként augusztus végén, és ma is tart még ez a továbbképzés, és fejeződik majd be valamikor októberben a tanárok számára. Higgyék el, illetve higgyétek el, hogy hihetetlen fontos a tanárok felkészültsége. Én szoktam nagyon, talán lehet, hogy még nem is vett jó fényt rám, de nyugodtan kimerem mondani, hogy bár én minden nap foglalkozok ezzel a témakörrel, hogy IKT, de ha most bekerülnék ebbe a környezetbe, amit ott az az osztályterem kínál, én magam is bajba lennék. Hihetetlen komoly tanári kompetencia kell hozzá, hogy ez működjön, hogy használni tudjuk. Hiszen a gyerekek ráadásul igényként, majdnem azt mondom, hogy igényként nap mint nap a tanár felé közvetítik azt, hogy igenis ezt használni kell. Kérdezhetné valaki, és hát minek a kamera az osztályteremben? Meg kell mondanom, a tanárok körében talán ez az eszköz az, ami a legjobban egy picit felkavarta a mindennapi gyakorlatot, hogy mire való a kamera. A kamera természetesen arra való, hogy a tanár által termelt innovatív, módszertani anyagok dokumentálva legyenek, elkészüljenek a mestertanár jelölteknek. Azok a 2-3 vagy 5 perces módszertani anyagok, amit ezekkel az IKT eszközökkel a tanárok végeznek, ezek a módszertani anyagok kell, hogy gazdagítsák a mestertanár képzést. Tehát el kell juttatnunk a mestertanár jelöltekhez az, ami ott pozitív, modern és hatékony módszerként az órán megjelenik. Ez egy nagyon fontos. Ebből egy adatbázist akarunk építeni, és ebből az adatbázisból a hallgató és a tanszéki módszertanos folyamatosan válogathat, és mutathatja be azt a szituációt, ami itt 5. osztályban a gyerekek között megtörténik. És akkor még egyet elárulok, hogy igényként régóta felmerült már, és ha emlékeznek, vannak is ilyen úgynevezett nyitott órák, amikor a szülők bemehetnek az osztályterembe. Ez szervezésileg mindig nagy nehézséget okoz, ugye, mert ott a fizikai jelenlét sajnos néha még az óra menetét is háborgatja. Hát most ebbe a kísérletbe lehetőséget akarunk adni, hogy a tanárok vállalkozzanak arra, hogy bizonyos órákat egy webfelületen meghirdetnek, ahol a szülő figyelheti naptár szerűen, hogy mikor, milyen órán tud betekinteni abba az osztályterembe, ahol éppen az ő gyereke tanul. A szülők az első szülőértekezleten hozzájárulásukat adták ehhez olyan módon, hogy azok, akiknek megfelelő jogosultságuk van, ez nyilván a szülő, adott pillanatban benézhessen a tanítási órába. Terveink szerint a fél év során minden tantárgyból 2 ilyen nyitott órát fogunk meghirdetni, amikor a szülő figyelemmel kísérheti, hogy mi történik a tanítási órán. Azt gondolom, ez is egy rendkívül fontos és hasznos, hiszen ha mondhatok ilyen mondatot, hogy a iskola intellektuális vagyona az nem csak az infrastruktúrától, a tanári felkészültségtől, hanem higgyék el, a partneri kapcsolatoktól is nagyon-nagyon függ. Ha jó a szülő és az iskola kapcsolata, az majdnem azt mondom, hogy fél pedagógiai siker. Ugye? És jelen pillanatban a kommunikációs technológia alkalmas, hogy ez a partneri kapcsolat tényleg sikeres legyen. Én nagyon kérném a sajtót,
hogy lehetőleg ezt a témát ne úgy fogjuk fel, mint amit általában olvasok, hogy egy PC-t adtunk egyik iskolának, most átadunk egy laptopot a másiknak, hanem azt kellene látni, hogy egy teljes módszertani kultúrát próbálunk közvetíteni olyan módon, ami nem tudok más szebb mondatot mondani, hogy minden gyerek, aki ilyen környezetben tanul, annak lehetőséget adjunk, hogy az információs társadalomban majdan boldog életet éljen. Hiszen lényegében ezért van az iskola. Mondhatná valaki, hogy ez lehet laptopok nélkül is, lehet, de higgyék el, és tudják az itt ülők, hogy az nagyon nehéz. Ez az információs társadalom által kiépített stráda vagy út, ez ki van kövezve, az iránya meg van adva, és erről letérni nagyon-nagyon nehéz. Azt gondolom, hogy nekünk ezt az utat járni kell, és inkább segíteni kell azokat a gyerekeket, akik egyébként is odahaza mindennapos használói ezeknek az eszközöknek, hogy az iskolába ismeretszerzésre is használják. Egyébként tegnap írta le egy tanár, van egy fórumunk, ha valakit érdekel, olvassa a Gyakorló Iskola weblapján, van egy Diák PC program fórum. Tessék, tegnap írta le nekem egy tanár, hogy a legnagyobb problémát abban látja, hogy mikor a gyereknek meg kell magyarázni az iskolába, hogy most nem otthon játékra és egyébre, hanem ismeretszerzésre fogja használni a gépet. Azt mondja, ez egy hihetetlen komoly pedagógiai feladat, hogy ezt egyáltalán a gyerek megértse, hogy arra is lehet használni, és nem csak arra, amire ő ezt otthon teszi. Úgyhogy ehhez mi két anyagot előkészítettünk. Én tényleg azt kérném, hogy jöjjön le a sajtóból az, hogy a gyakorlóiskolába egy ilyen kísérletet tettünk, mert higgyék el, rendkívül sokba került, és nem csak az eszköz, hanem a humán erőforrás, a tanfolyamok és egyebek. De én abba bízok, hogy azok a tanárok, akik ezt csinálják, rendkívül lelkesek, és látják, hogy a jövőben óriási előnyt szereznek azokkal az iskolákkal szembe, ahol még ezt nem tudják megtenni. Bár biztosak vagyunk benne, hogy nagyon rövid időn belül valamennyi iskola erre az útra kell, hogy lépjen. Csak például mondom, hogy a múlt évben 2008-ban Portugáliában valamennyi általános iskolát elláttak ezzel az eszközzel. És mondom, most egy kaliforniai példát tudnék, de mondhatnék holland példát is, és hál' Istennek most mellé tudjuk tenni Egert, hiszen Magyarországon azért azt egy-egy osztályt hallunk, de hogy teljes évfolyamnál próbálkozunk ezzel, az azt gondolom, hogy egyedülálló. És én azt kérném, hogy egy pár mondat erejéig hallgassuk meg, bár ő is leírta egy rövid ismertetőbe, Balázs Virág, a Balázs Diák Kft.-nek a ügyvezetője, akik a szoftvercsomagukkal azt gondolom nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kísérlet tényleg pozitív legyen. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntöm én is a sajtó megjelent képviselőit. Balázs Virág vagyok, a Balázs Diáknak az ügyvezetője és tulajdonosa. Valóban megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ehhez a világszínvonalú fejlesztéshez mi a tantárgyanképti szoftvercsomagot biztosítsuk. Két évvel ezelőtt kezdődött ez a fejlesztésünk. Az volt az alapvető célkitűzésünk, hogy kizárólag olyan tananyagokat hozzunk létre, amik meghaladják a kor kihívásait, és minőségében megfelelnek a legmagasabb szintű elvárásoknak. Nagyon örülök, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, és szerződést köthettünk, és csatlakozhatunk ehhez a nagyszerű munkához, aminek nem csak az volt a része, hogy a dobozos verzióban szállítottuk le mind a 4 tanterem számára a teljes tananyagcsomagunkat, ami egyébként 10 tantárgyhoz készült, és valóban minden tantárgyhoz megfelelő mennyiségű tanári és tanulói anyagot tartalmaz, hanem a rektor úr kérésére egy olyan portált készítettünk, ahonnan ezek a tanári jelöltek egy aktiválókód segítségével saját maguk döntetik el, hogy melyik tananyagot töltik le, és nem csak a tananyagokat tudják letölteni, hanem az oda föltett PDF állományban levő tankönyveket és jegyzeteket is. Úgy gondolom, hogy ezek a minőségi tananyagok és az ehhez tartozó
további fejlesztések. Ez csak az eleje most a munkának, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk folytatni a felhalmozódott tudás alapján közösen ezt a fejlesztést, mind a tananyagok tekintetében, mind pedig a tanárképzés területén. Köszönöm szépen, és miután rektorhelyettes úrnak más dolgokat, és ezért a sajtótájékoztatót sajnos el kell, hogy hagyja, kérdezem a sajtóképviselőt, hogy a témával kapcsolatosan van-e kérdés, mert amennyiben van, akkor azt most tegyék fel. Nagyon szükség, annyira válasz is, hogy nyilván nem áll a dolog, hogy ez az egyik film, és akkor elrábbult. Tehát a jövőbeli tervekre. Igen, nem szóltam arról, hogy egyéb évfolyamon is tettünk kísérletet a gyakorlóiskolába, tehát felsőbb évfolyamon nem ilyen gyerekeknek szánt, hanem tényleg felnőtteknek szánt laptopokkal láttunk el osztályokat. Csak azért nem szóltam róla, mert nem teljes évfolyamokat, tehát nem négy osztályt, hanem itt-ott egy-egy osztályt. Ebből az következik egyébként, hogy a célunk, hogy ezek a gyerekek jövőre vagy két év múlva nehogy olyan osztályterembe kerüljenek, ahol ugye ilyen laptopok majd nem állnak nekik rendelkezésre, hanem mi bízunk benne, hogy innentől kezdve az ő iskolai tanulmányaikba mindig ez rendelkezésre fog állni. Ennek biztosítéka az, még egyszer mondom, hogy felsőbb évfolyamokban is, bizonyos osztályokban jelenleg is már elérhetők ezek a konténeres laptopok, úgyhogy igen. A kérés, illetve a házi feladat, meg ezek is ezeken az eszközökön keresztül zajlanak, vagy ez még a hagyományos módon, vagy mondjuk akinek otthon nincsen, akkor nagyon számítógép, jó. Akkor az, hogy adja meg otthon a feladatot. Nagyon jó a kérdése. Az első fél év ez egy kísérleti szakasz lesz lényegében. A számonkérés, ami az iskolában történik, az egy nagyon-nagyon jól kidolgozott hálózati szoftveren a tanár pillanatok alatt számon tudja kérni a gyerekek gépén keresztül a tananyagot, mert van egy szoftver, ami úgymond teszteknek a szerkesztését és azonnali aktivizálását a tanár számára lehetővé teszi. Ezt a szoftvert augusztusban megtanulták a tanárok használni, ez minden kliensgépen, tehát minden gyerekgépén fönt van. Mondjam, az pillanatok alatt le tudja az egész osztályt feleltetni, és az interaktív táblán ugye az eredményt közzé tudja tenni. Fél év múlva döntenünk kell, hogy a gyerek nem csak az osztályterembe, hanem haza is viheti a gépet. Megmondom őszintén, hogy a döntés végét még nem látom. Az igazi az lenne, ha betenni a táskába és hazavinni. Bár tapasztalt, hogy odahaza a családok jelentős részénél van számítógép. Ezt majd azt hiszem a jövő eldönti, de az igazi az lenne, ha hazavinni. Vannak országok, ahol az egyik megoldást használják, van, ahol a másikat. Portugáliában ott például a gyerek a táskába hordja magával haza, vissza az iskolába, és a házi feladatait is ezen végzi el. Úgyhogy a jövő fél évben, amikor beszámolunk majd a kísérlet eredményeiről, azt hiszem erre a kérdésre is választathatunk, hogy akkor viheti-e haza a gyerek, vagy sem. Köszönjük a kérdéseket. Kérdezem, hogy van a témával kapcsolatosan további kérdés. Amennyiben nincs, akkor engedjék meg, hogy a következő témára lépjünk. Ez pedig a természettudományi kar szervezésében újra megrendezésre kerülő kutatók éjszakája című rendezvény. Ez ebben az évben szeptember 25-én pénteken lesz. A részleteket pedig a kar képviselőitől hallhatjuk. Elsőként a szót dr. Liptai Kálmánnak, a természettudományi kar dékánjának adom át. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel üdvözlöm a sajtó képviselőit, és tudom, hogy önöknek ez a munkája, hogy érdeklődjenek, meg írjanak, de én szeretném megköszönni azt, hogy nagyon korrekt tájékoztatást nyújtottak a körülbelül egy héttel ezelőtt megtörtént nagy pályázatunk a Természettudás Főiskolája megnyitójáról, illetve a projektről. Úgy gondolom, hogy nekünk ez nagyon fontos, ez a kapcsolat, mert ahhoz, hogy eljussunk oda, ahova el szeretnénk jutni, tehát a szülőkig, vállalatokig, gyerekekig, ahhoz a sajtó elengedhetetlen dolog, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Annó, amikor ott beszéltünk egy héttel ezelőtt a sajtóval, arról beszéltem, hogy van egy ilyen kutatóészakája projekt, ami a természettudományos főiskolának egy része lett most. Egy évvel ezelőtt volt egy ilyen projekt, és mikor vége volt, leültünk arról beszélni, hogy merre tovább, milyen úton. Beadtunk egy pályázatot megint az Európai Uniónak, és ez a pályázat nem nyert. Úgyhogy úgy kezdtük el a szervezést, hogy gyakorlatilag 0 forinttal. Itt kaptam kis puskát is a kolléganőtől, egy jojót, hogy tudjam, hogy azért a kutatók éjszakája, meg a világ az olyan, hogy először eltávolodik, aztán újra közeledik. Úgyhogy van egy kis puska. Mi úgy gondoltuk, hogy mindegy, hogy nincs pénz, akkor is újra elhozzuk a kutatók éjszakáját. És aztán nyilván az Európai Unió, meg az égiek úgy intézték, meg persze a mi szorgalmunk, hogy nyertünk egy 140 milliós projektet, amiben ezt a kutatók éjszakáját kellemesen bele tudtuk illeszteni. Sőt, utána még egy kis mecenatúra alapítvány támogatást is kaptunk, úgyhogy gyakorlatilag kellemesebb székből nézhetjük, mint valaha is gondoltuk volna, vagy ahogy eddig néztük ezeket a projekteket. A kutatók éjszakáját, amikor először tartottuk, akkor hosszan kellett beszélni a világnak arra, hogy mi is ez a történet, hogy Európa számos országában megrendezik ugyanabban az időben. Úgyhogy nem azért van pénteken, mert hogy akadályozzuk a szüretet, vagy nem azért van pénteken, mert hogy tudjuk, hogy sok gyerek hazautazik, és nem akarjuk őket ide vonzani. Azért van pénteken, mert egész Európában pénteken van, most pénteken, 25-én. És amikor gondolkoztunk, hogy milyen irányt vegyen ez a történet, akkor hát a világról gondolkozunk, és a világ számunkra mozgás, úgyhogy most a mottója ennek a történetnek a mozgás lesz. Hál' Istennek most már ott tartunk, hogy ugyanis mi mindig elmondjuk itt Tegerbe ezt, hogy jóbornak nem kell cégérni, meg mindig elmondom, hogy dehogy nem kell, kell a jóbornak is cégér, tudjuk, hogy túl sok a bor, el kell adni, a jóbornak cégér kell, de azért most már ott tartunk, hogy bejelentkeznek, várják ezt a programot, tehát most kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, nem dőltünk hátra, de egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mert most már kérdezgetik a barátok, ismerősök, gyerekek, fölveszik a múlt évi pólót, meg kérdezik, hogy most lesz-e az a program, ami múlt évben volt. Tehát most gyakorlatilag egy nagyon kellemes érdeklődést tapasztalunk a régióból, tanárok, diákok, szülők részéről, úgyhogy azt várjuk, hogy most az eddigiektől is nagyobb a látogatottsága lesz a programnak. A mozgás az a rendező elv, amire ezt fölfűztük, és a mottót azt Einsteintől kölcsönöztük, nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Én úgy gondolom, hogy valójában ez a titok nyitja, hogy a kíváncsiságot meg kell őrizni. Én úgy gondolom, hogy az éli jól a világot, aki 85 évesen is kíváncsi, meg 99 évesen is kíváncsi. Ezt most kell elkezdeni. Nagyképűen azt szoktuk írni, hogy 0-tól 99 évesig várjuk a látogatókat, de ha valaki 101 évesen jön, azt is szívesen beengedjük. Én úgy gondolom, hogy a puding próbálja teljes mértékben az evés, úgyhogy nem csak azt kérem, hogy tájékoztassák a közvéleményt, hanem meg azt is szeretném kérni, hogy jöjjenek el, nézzék meg. Múltkor felajánlottam, vagy meghívtam a sajtóképviselőit, hogy nézzenek meg egy rendhagy órát, és biztos vagyok benne, hogy akik vették a fáradtságot, és ott maradtak, azok látták, hogy ez minőségi munka. Ez is az lesz. És hogy mire jönnek a részletekről egy pár szót a Természettudományos Főiskolájának a projektvezetője, dr. Szilágyi Ibolya mond önöknek. Köszönöm szépen. Néhány szóval szeretném összefoglalni, hogy mi várható pénteken a kutatók éjszakáján. Az idei évben a természettudományi kar oktatói és kutatói nagyon lelkesek voltak, és több mint 40 féle programmal várjuk az érdeklődőket reggel 9-től egészen éjfélig. Két helyszínen fognak zajlani a programok, egyrészt a természettudományi kar Lányka úti kampuszán, a C épület és környékét kell ezen érteni jelen esetben, másrészt pedig itt a Varázstoronyban, ami a Líceumban található. Tehát ezen a két helyszínen fognak a programok zajlani. Mik lesznek ezek a programok? Csak ízelítő szeretnék néhányat elmondani. Lesznek például Lego robotok, ami ugye szintén a mozgáshoz kapcsolódik. Itt megnézhetjük, hogy hogyan lehet összeállítani egy ilyen robotot, hogyan lehet ezeket programozni, megmozdítani.
Lesz testépítés, a kutatók éjszakája kapcsán már megszokhattuk, hogy nem mindig minden az, ahogy hangzik. Például a testépítés is matematikát rejt maga mögött, hogy hogyan, ezt majd megláthatják pénteken. Lesz Mi mozog az égen, pirotechnika kicsiben és nagyban. A kémikusaink fognak ismételten lángba borítani, reméljük nem minden, csak azt, amit terveztek, és utána egy nagyobb pirotechnikai bemutatót is láthatunk tűzijáték formájában. Lesznek mozgások égen és földön, beletekinthetünk a teleszkópba, megnézhetjük, hogyan mozog a Jupiter, a varázstoronyba Vida tanár úrék várnak mindenkit nagy szeretettel, nagyon érdekes programokkal készültek. A teleszkóp mellett a mikroszkópokba is belekukkanthat minden érdeklődő, megnézheti a parányok mozgását és sok érdekes dolgot a biológusoknak köszönhetően. Üzemelni fog a geobüfé, aki már esetleg járt nálunk a tavalyiben, az tudhatja, hogy mi ez a geobüfé. Érdekes geológiai képződményeket lehet megenni. Megismerkedhetünk az ökoház alapjaival, vagy éppen versenyezhetünk az állatokkal, hisz sokan nem is gondolunk arra, hogy vajon mekkorát ugorhat egy szöcske vagy egy tücsök, és kipróbálhatjuk, hogy vajon tudunk-e mi akkorát ugrani. A részletes programokat egyrészt egy kiadványban, a Kutatók Éjszakája programfüzetben találhatók meg, de a teljesen pontos, precíz programtábla az a weblapunkon, a természettudás.ektf.hu oldalon található meg. Még egy nagyon fontos információ, hogy mivel két helyszínen zajlanak a programok, az egyik itt az Eszterházi téren, a másik pedig a Lányka úton, a két helyszín között mi ingyenes buszjáratot biztosítunk a nap folyamán, tehát bárki erre fölülhet, fölmehet a Lányka útra, onnan visszajöhet ide a belvárosba. Várunk mindenkit nagy szeretettel, tényleg kicsiket és nagyokat is egyaránt. Nagyon meglepődtünk például a tegnapi nap folyamán, amikor egy óvoda jelentkezett be, hogy ők pedig szeretnének jönni hozzánk, és mi az, amit ajánlani tudunk nekik, és mi tényleg őket is nagy szeretettel várunk, hisz sok olyan programunk van, ami még ilyen pici emberkéknek is érthető, érdekes, és megmutatja, hogy a természettudományok azok valóban izgalmasak és nagyon szépek. Köszönöm szépen a szót! Én is köszönöm, és kívánjuk a szervezőknek, hogy a rendezvény az idejében is legalább olyan sikeres legyen, mint ahogy ez az elmúlt években volt. Igen, visszaadom a szót Ibolyának. Bocsánat, egy nagyon fontos dologról megfeledkeztem, pedig be is kereteztem itt magamnak, hogy a tudomány népszerűsítő előadás sorozatunk, a tudományos sziesta, az folytatódik ebben a szemeszterben is, és az első előadás a szeptember 25-én 6 órakor lesz a C épület 124-es előadójában. A Semmelweis Egyetemről dr. Radák Zsolt fog hozzánk ellátogatni, és izomagyedzés címmel fog előadást tartani nekünk, nagyon érdekes módon. Azt fogja elmondani, hogy a mozgásnak milyen agyra gyakorolt hatásai vannak, milyen pozitív és negatív oldala van annak, ha mozgunk, vagy ha nem mozgunk. Nagyon tömören erről fog szólni a dolog, de részletesebben a természettudományi kar oldalának Siesta menüpontja alatt lehet tájékozódni erről az eseményről. Köszönöm szépen! Köszönöm én is, és engedjék meg, hogy annyival kiegészítsem az információkat, hogy a Liceum Televízió egész nap élőben közvetíteni fogja az eseményeket, és beszámol az egyes programokról, tehát akinek nem lesz lehetősége ellátogatni, az a televízióban nyomon tudja követni majd a programokat. Következő témánk egy a Gondolatok a toleranciáról című konferenciakötet megjelenéséhez kapcsolódik, amely az amerikanisztika tanszék szervezésében 2008-ban lebonyolított Mi más konferencia legjobb írásait foglalja magába. Körünkben üdvözlöm az amerikanisztika tanszék vezetőjét, dr. Tarnóc András tanszékvezető egyetemi docens urat, és Szatmári Judit, dr. Szatmári Juditot, aki szintén az amerikanisztika tanszék főiskolai docens. A szót először a tanszékvezető úrnak adom át. Köszönöm szépen, és tisztelettel üdvözlöm én is a sajtóképviselőit. És ha lehet, csatlakoznék dékán úr bejelentéséhez, ugyanis, ahogy dékán úr is említette, a természet alapja a mozgás. És mi tulajdonképpen inspirációt nyertünk a természettudományi karon zajló hihetetlen nagy és dinamikus fejlesztésekkel kapcsolatban. És mi ugye, mint amerikanisztika tanszék, egy bölcsész karon vagyunk, bölcsész tanszék vagyunk,
És mindig felmerül a kérdés a bölcsész tanszékek, bölcsész stúdiumok esetében, hogy hogyan lehetne kilépni az úgynevezett elefántcsontoronyból. És hát tulajdonképpen a természettudományi tanszéken ezt nagyon sikeresen megvalósították, és mi is próbálkozunk egy ilyen dologgal, és mi 2007 őszén létrehoztuk a Társadalmi Tolerancia Tudásközpontunkat. Mi ennek a lényege? A lényeg ennek az, hogy azok az ismeretek, amelyeket mi gyűjtöttünk az amerikanisztika tanszéken, az észak-amerikai kultúra kutatása folyamán, amelyek elsősorban az úgynevezett másságtisztelete, tolerancia, illetve multikulturális értékek elfogadásán alapszik. Megvizsgáltuk azt, vagy szeretnénk is megvizsgálni, hogy ez hogyan alkalmazható a magyar valóságunkra. Természetesen a saját hazai értékrendünkre adaptálva. Tehát mi valós kérdésekre keressük a választ. A mi tudásközpontunk interdisziplináris, mert összefogjuk nem csak a bölcsészettudományi kar tanszékeit, itt megemlíthetném az anglisztika, a francia nyelv és irodalom, illetve a német tanszéket, mert ugye ők is a nyugati társadalmaknak a különböző ilyen fajta gyakorlatait tanulmányozzák, hanem a pszichológia tanszéket, a filozófia tanszéket, a történettudományi tanszéket, illetve a főiskolánk tanárképzési karának a tanszékeit is. Ugyanakkor mi nyitottunk a szélesebb társadalom felé, tehát a kormányzati szféra felé is, és a regionális szféra felé is, illetve a társadalmi szereplők felé is, az érintett szereplők felé. Mit értünk ezen? Létrehoztunk kapcsolatokat az amerikai, az ausztrál, az izraeli nagykövetség társadalmi és kulturpolitikai osztályaival, a szociális és munkaügyi minisztérium esélyegyenlőségi osztályával, továbbá a Down alapítvánnyal. Mik a célja a mi tudásközpontunknak? Elsősorban a természettudományból kölcsönözve tudáshálózat építés, a megvalósítandó közös kutatási programjaink ismereteinek, eredményeinek megismertetése, szemléletformálás lenne a második, a úgynevezett inkluzív befogadó társadalom megvalósulásának elősegítése, illetve tehetséggondozás, amelynek keretében már több hallgatónk részt vesz a tanszéken működő kutatói közösség munkájában, illetve szakdolgozatok is születtek azokban a témákban, amelyek a MIMÁS 2008-as konferencia legjobb tanulmányait gyűjtő kötetben jelentek meg. A MIMÁS konferencia az első igen fontos eredménye a mi tudásközpontunknak, és nagy örömünkre szolgál, kiváló kollégám, dr. Szatmári Judit, a szerkesztőbizottság tagja, bemutatja a kötetet. A MIMÁS kötet novum a tolerancia témáját feldolgozó irodalmak sorában. Novum, mert ahogy ezt a konferencia résztvevői 2008-ban maguk is megfogalmazták, ritkán nyílik alkalom ennyi másnak, miként együtt szerepelni, tapasztalatot, ötleteket cserélni. E tekintetben a kötet tehát hiánypótló is, mert a másság problematikája nem szűkíthető, jól elhatárolható nemi, etnikai, vallási más témakörökre. A kötet interdisziplináris hidat képezi a toleranciát kutató, de eddig relatív elszigeteltségben működő tudományok között. Bízunk abban, hogy ez csak a kezdet, és további együttműködése ösztönzi az olvasókat. Tudományos és szakmai szempontból a kötetben megjelent mind a 35 tanulmány kiemelkedő. A felhasznált szakirodalmak, a hivatkozások jegyzéke, a módszerek mind a szerzők elhivatottságát és naprakészségét tükrözik. Külön öröm volt számunkra, hogy a 6 tematikus fejezet mindegyikében magas színvonalú cikkel szerepelnek az Eszterházy Károly főiskola oktatói. Az amerikanisztika tanszék már készül a 2010-ben megrendezendő MIMÁS 2 konferenciára, úgyhogy reméljük, hogy a kötet további olvasókat motivál majd az ezen való részvételre. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a nagyon részletes beszámolót, és talán annyit kérdeznék meg, hogyha szélesebb körnek szálljuk a kötetet, akkor mondjuk el a sajtóképviselőjének, hogy hol elérhető ez a kötet, hol lehet beletekinteni esetleg meg. A kötetet az Amerikai Szigetek Tanszéken érhető el, és ugyanakkor a könyvtárnak is fogunk biztosítani példányokat. Nemrég jött ki a nyomnámból, és ez nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy megvalósult ez. Tényleg egy rendkívül széles és átfogó tematikájú tudományos munka. Köszönjük szépen, és a kötetet ajánljuk tehát mindenkinek. A következőkben Jónás Zoltán, a Főiskola Kulturális Programigazgatója fog beszámolni arról, hogy a Főiskola Szuszogó Színháza egy franciaországi európai amatőr színházi találkozóra készül. A szó Jónás Zoltán kulturális programigazgató úré. Tisztelettel köszöntöm a kollégákat. Tulajdonképpen a hír önök előtt van, és önmagáért beszél, akár ezzel el is intézhetnénk a témát, azonban szeretném kiegészíteni azzal, ami a hír mögött van. A hír mögött pedig, ami van, azt három fogalommal tudnánk megközelíteni, az egyik a véletlen, a másik a tudatosság, és a harmadik talán legfontosabb a tehetséggondozás. Mondhatnánk, hogy véletlen műve az, hogy a Szuszogó Színházunk egy európai találkozóra kerül, hiszen a véletlen műve, hogy a francia szervezők éppen az EGRI székhelyű partegyesületet ismerik, vagy vannak kapcsolatban vele, és hát őket keresték meg Magyarországról. Az is talán véletlen valamennyire, hogy a partegyesületben otthon vannak a Szuszogó Színház tagjai, és megvan az élő munkakapcsolatuk, és amikor ez a megkeresés megtörtént, akkor természetes volt, hogy a Szuszogó Színházat kérik föl. Azonban az, hogy a Szuszogó Színház el is tud menni erre a francia fesztiválra, az már egy tudatos építkezés, ami 3 éven keresztül zajlik a csoportban, és a főiskola részéről pedig nem pusztán zászlóra tűzött jelszó az, hogy tehetséggondozás, hanem valóban megteremtjük a tehetségek gondozásának a föltételeit az ilyenfajta közösségekben is. Azért tudatosan építkeznek, mert az eddigi bemutatóik minden évben egy saját darabbal jelentkeznek, saját maguk írják. Egy közösségépítő, kapcsolatteremtő, improvizatív játékról van szó, és ebben folyamatosan dolgozzák ki a saját módszereiket, és így módon a közösségben azok tudnak meggyökerezni, akiknek valóban van tehetségük ehhez a műfajhoz. Tehát a véletlenből így lesz egy kicsikét átírva a történet egy tudatos építkezésre, a tehetséggondozásnak a tudatos építkezésére, amelynek egyébként az is előzménye természetesen, hogy ők nem csak itthon mutatkoznak be, nem csak a főiskolán szerepelnek, vagy a környezetünkben, azért voltak már a Debreceni Egyetemen is, voltak Budapesten is, hanem egy videó fölvételük alapján fölfigyelt rájuk az ország egyik legjobb ifjúsági színháza, a Kolibri Színház Pesten, és hát meghívta őket az elmúlt év május, illetve az elmúlt fél év végén májusban voltak vendégszereplésen, és a látottak alapján a bizalom úgy működött, hogy ők látták az egy évvel előtte történt bemutatónak a fölvételét, és egyben mondták, hogy ha a csoport vállalja, akkor az láthatatlanban az idei bemutatót is megveszik, és egy napon 2 előadást tartottak Pesten, telt ház előtt egyébként, és nagy érdeklődés mellett, és olyan színvonalon, hogy az idénre is megkapták a meghívást, tehát várják őket újra Budapesten a színházba. A konkrétum pedig benne van a hírben, tehát egy rendkívül érdekes, izgalmas vállalkozásról van szó, Európa Uniós támogatással, az apropója a berlini fal lebontása, ez az adott téma, és erre ott helyben készítenek az 5 nemzet fiataljai egy előadást. Hogy egy kicsit zökkenőmentesebben menjen a dolog, ezért most ezen a héten tartanak egy ilyen gyakorlati meetinget odakint, ahová minden közösségből egy főt meghívtak. Hát tőlünk Víg Szilvi 3. éves hallgatónk fog menni.
Bizonytalan vagyok benne, hogy fog menni, vagy már elment, mert vagy ma, vagy holnap utazik az én információim szerint, és a héten történik meg odakint egy olyan fajta edzés, ami hazajöve átadva a csoportnak föl tudja készíteni a majdani novemberi találkozóra. Tulajdonképpen mi is nagy izgalommal nézünk elébe, hogy mit fognak tudni produkálni egy olyan környezetben, ahol egymástól teljesen eltérő kulturális gyökerekkel, színházi hagyományokkal rendelkező emberek jönnek össze, és egy közös produkciót hoznak létre nyelv nélkül tulajdonképpen, hiszen az öt nyelvet nem lehet folyamatosan beszélni, hanem egy olyan színházi nyelvet kell kitalálniuk, amelyik az előadást vissza tudja adni. Hát kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen.